A mediterrán országok évente 24 millió tonna műanyag hulladékkal szennyezik a környezetet. Ebből több mint fél millió tonna kerül az óceánokba. Ez nagyjából azzal egyenlő, mintha 33.800 műanyag palackot dobnánk be a földközi tengerbe percenként. A térség egyik legszennyezettebb tengerpartja Barcelonáé. A műanyag szemét felhalmozódik a tengerfenéken, és súlyos károkat okoz az élővilágnak. A műanyag megváltoztatja az ökoszisztémát. Emlősök, halak, madarak halnak meg a szennyezés miatt. Vagy azért, mert beleakadnak a darabokba, vagy azért, mert lenyelik azokat, de kiüríteni már nem tudják. És nagy gondot okoz az úgynevezett szellemhalászat is. A hátrahagyott halászhálókban sok halakat fenn. Magyarázza a Barcelonai Egyetem professzora Mikel Canals. A nyári hónapokban a turisták miatt harmadával több műanyag szemét keletkezik. A mediterrán országok euró százmilliókat veszítenek évente a szennyezés miatt. A helyzet a turistővezetekben a legrosszabb. Az emberek minden szemetet hagynak a parton, még a mohítós poharakat is. A szennyezés nem csak a környezetünkre, hanem az egészségünkre is hatással van. A gond az, hogy a műanyag káros hatásai mindennaposak. Sok csomagolóanyag hű hatására olyan molekulákat bocsájt ki, amelyeket aztán ki tudunk mutatni a vizeletből. A legtöbb szennyeződés az ételekből és a csomagolásaikból kerül a szervezetünkbe, mondja Mikel Porta, egy barcelonai kórház kutatója. A helyzet 2021-től valamelyest javulhat, onnantól ugyanis tilos lesz egyes eldobható műanyag termékek árusítása az EU-ban. A betiltott termékek a tengeri szennyezés 70%-áért felelnek, de a szakértők szerint ennél többre van szükség. Ha nem teszünk semmit, 2050-re több műanyag lesz az óceánokban, mint hal, jelenti az Euronews tudósítója. Barcelona.